A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, a fehérvári beszélgetések vendége Tóth Tamás atya, akivel minden szentekről, halottak napjáról beszélgetek. Köszöntelek itt a stúdióban. Úgy szintén szeretettel téged és a kedves nézőket is. Hát az első kérdésem az az, hogy minden szentek az miről is szól? Minek az ünnepe? Mire gondolunk ilyenkor, mondjuk, hogyha a katolikus egyházat nézzük? Már a kezdetek kezdetén, amikor az egyház kezd megszületni, hát rögtön egy üldöztetés közepette születik meg, mert ugye a római császárok jelentős része azzal kezdődik, hogy a kereszténységet üldözi, és megjelennek a vértanúk, azok az emberek, akiket a hitükért, az Jézushoz való tartozásuk miatt végeznek ki. És ezekben a keresztény közösségekben ilyen különleges szerettel fordulnak azon kvázi testvéreik iránt, akik az életüket adták Jézusért. Ők lesznek a vértanúk, akinek a közösségen belül a haláluk után ilyen különleges szerepük van. Ez egy érdekes dolog, például az egyházban nagyon sokáig, több évszázadon keresztül csak vértanú lehetett szent. Aki nem volt vértanú, azt nem is avatták szenté. És akkor a vértanúságuknak a napján is, amikor az életüket adták Jézusért, akkor ezt megünnepelték, megköszönték. És aztán innentől kezdve az egyházban is megjelenik ilyen módon az elhunytaknak a tisztelete a szenteken keresztül. És egy izgalmas jelenet, amikor a 609-ben utána néztem böcsülettel, Rómában lévő Pantheon templom, ami a nevéből is adódóan a minden Isten tiszteletére szentelt római templom, az akkor kapják meg a keresztények. Na most, hát minden Isten tiszteleti, nem tudunk templomot szentelni keresztényként, mert egy Istenbe hiszünk, de hát szentek többen vannak, és akkor a minden Isten tiszteletére szentelt római pogány panteonból lesz a minden szentek tiszteletére szentelt templom, és igazából annak a templomnak a búcsú ünnepe, amikor volt egy ilyen élmény, nem szándékos volt, de pont kint voltunk Rómába november 1-én, és ott sétálgatunk, és itten döbbenten állapítottam meg saját magam, hát itt vagyok ennek a templomnak a búcsú ünnepén, amely templomtól eredetezhető ez a minden szentek ünnepe, és aztán később, amikor már nem csak vértanokat avattak szenté, hanem olyan embereket is, akik az életükkel valamiképpen példát mutattak a Jézussal való kapcsolatból, és őket is tisztelték, akkor már egy nap ünneplik azokat a szenteket, akiket mi szenteknek tekintünk, tehát azt gondoljuk róluk, hogy ott vannak az Úristennek az örömében, és természetesen minden szent bele tartozik, ezért mindenki, aki ott van a mennyek országában, ott van az Úristennel, és azt hiszem, hogy az emberiség nagyon-nagyon nagy része ott van. Egyszer azt tanultam hittanórán, hogy jegyezzétek meg, mondta akkor Barsi Balázs atya, Ferences atya, elsős gimnazisták voltunk, hogy jegyezzétek meg, fiúk, nagyon nehéz elkárhozni. Ezt az üzenetet hozom magammal, ezért azt hiszem, hogy a halálunk után úgy sem tudunk ellenállni az Isten szeretetének, úgyhogy ott vagyunk vele, és akkor mindenkit köszöntünk, akik már ott vannak a mennyek országában az Úristennel. Ez lehet az én családtagom, lehet a barátom, lehet az én szerettem, akiket hadd ünnepeljünk meg ezen a napon, ez a minden szentek napján. Minden szentekkor ugye, és halottak napján is kilátogatunk a temetőbe. Mi a helyzet egyébként így a misével, tehát ez egy parancsolt ünnepek, mennünk kell a misére. Milyen a liturgiája? Különleges liturgiája abban van csak, hogy ez egy szokványos módon bemutatott szentmise, amit felajánlunk azokért az emberekért, köszönetképpen és hálaképpen az életükért, amit mi is megtapasztalhattunk. Nekem most a Prohászka templomban vagyok plébános, és a Prohászka templomban van urna temető, és nekem ott van most a apukám, nagypapám, nagymamám, úgyhogy ezen a misén is ilyen külön szerettel tudok rájuk gondolni, meg nyilván visszaidőződnek a közös pillanatok, amiért nagyon tudok hálás lenni az Úristennek, hogy nekem adta őket, meg nekik, hogy odaadták az életüket, és akkor nekem ez a minden szentek ünnepe, ez egy ilyen háladás, meg egy köszönet azokért az emberekért, akikhez én tartozhattam.
És a mise után szokott lenni egy rövid imádság, megköszönve az ő életüket. És hallottam például ugyanez a történet, tehát ilyen különleges liturgikus események nincsenek, vagy nem kapcsolódnak hozzá. Kötelezőnek kötelezően mondjuk, hogy menjünk aznap templomba. Köszönöm a kérdést. Egy picit így mindig így megborzongok, amikor ezt a szót meghallom, de nagyon, ez nagyon betaláló kérdés volt, hogy kötelező-e vagy nem. Én próbálom a magam szótárából legalább a kötelezőséget eltörölni. Mert hogyha azért fogok elmenni minden szentek ünnepén, vagy karácsonykor, vagy húsvétkor, mert kötelező, nyilván ezt a gesztust is lehet értékelni, de ha meg azért mennék el, mert olyan jó lenne egy kicsit leülni azon az estén legalább egy fél órára, csöndben lenni, vagy megidézni őket, hálát adni az életükért, megköszönni őket, akkor ezt megtegyem szabadon. Minden szentek napjához kapcsolódóan itt Magyarországon is már elindult a Halloween-ezés, a Halloween lázőrület. Hogyan vélekedsz mondjuk te erről, mint atya, hogyan vélekedik erről a katolikus egyház, hogy mennyire lehet csinálni ilyet? Mit kezdjünk vele, nem? Hát bevallom őszintén, amikor ez először Magyarországon is jobban láthatóvá vált ez a Halloween ünnepnek a megjelenése, mert azért, igen, az én gyerekkoromban azért nem is hallottunk ki erről, úgyhogy ezt én felnőttként éltem meg ennek a megjelenését, akkor először volt bennem az egy ilyen távolságtartás, hogy azért mégiscsak katolikusok vagyunk, mégiscsak itt vannak több száz éves hagyományaink, most miért akarják ezt befurakoztatni ide? Úgyhogy több évi ellenállás után nem olyan régen volt egy jó élményem, ezt szívesen elmondom. Az élmény meg abból állt, hogy az én nagymamám Nagykarácsonyban lakik. És ott a Mikulásnak a kultusza elevenen él, és ott a falunak van egy ilyen aktív szervező közösség, akik találtak, hogy szerveznek egy Halloween partit. Jaj, mondom, ez hiányzik még pont Nagykarácsonyban, Halloween party. Ahová is egy egész napos program volt, meghívtak családokat, és ledöbbentem, hogy rengeteg ember volt. És készültek, és a gyerekeknek program, és az erdőbe bujócska, és amit tudom én, a pókháló, a boszorkány, a nem tudom, a szellemek, a nem tudom miknek a játék, de egy ilyen fergeteges játék jött létre. És akkor utána is még azon gondolkodtam, hogy milyen dolog ez, hát tényleg minden szentek ünnepe van, meg halottak napja, és ezek meg itt jól érzik magukat, meg örülnek, meg mit tudom én, forralt bor van, meg egyébként gyönyörű, olyan jó hangulat volt. Hát azért ilyet nem. Ez legyen akkor az év másik napján, de nem most. És akkor valami, hogy elkezdve bennem mocragni, mondom, hát de nem arról szól a kereszténység, hogy Krisztus legyőzte a halált. Nem arról szól, hogy a Pál apostol fölteszi a kérdést, hogy te halál, hol a te fullánkod? Hát Krisztus ezt kivette. Hát könyörögöm, hát azért hitem szerint, amikor meghalok, az annak a pillanatnak az eseménye, és onnantól kezdve én találkozom azzal, akit az életet kaptam, aki kitárt karokkal vár engem. Hát akkor nem lehetne ennek örülni. És azért teszem, hogy nem lehetne halált egy kicsit kirőgni. És most bocsánat, hogy ezt mondom, de hogy egy kicsit hadd lesse rajta egy picit mosolyogni. Mert ha tényleg én csak egy átmenetként élem meg azt a halált. És tudom, hogy nagyon fájdalmas tud lenni. Hogy a fenében-e? Elég sokat temetek egy évben, és ott kell állni. De akkor is egy átmenet. És ne az legyen már a történet, hogy a halál fog engem beszippantani majd napokon keresztül. Vagy én tudom azt mondani halálra, hogy alatt esem, hogy mosolyogva is, hogy Szent Ferenc megfogalmaz olyan szépen a naphimnuszba, a Halloween partit ott eszembe, hogy úgy szólítja meg a halált, hogy nővérem. Hogy nővérem, te, aki adod a halált, te, aki biztosítod azt, hogy én találkozzam az Istennel, hála legyen neked. Úgyhogy én most nem tudok ilyen nagy mélységes gondolatszövegeket fűzni a Halloween meg a keresztény ünnep között, vagy meg nem is akarom őket szembeállítani sem, meg értékelni, hogy melyik a fontosabb vagy a jobb. Nyilván a kelták is megpróbálták a maguk útján, módján valahogy a halottaikkal kapcsolatot fölvenni, ahogy mi is megpróbáljuk ezt megtenni egy imában, egy oda gondolásban. Nekik így sikerült. Mi azért azt gondoljuk, hogy az Istentől kaptunk erre valami kinyilatkoztatást, valami több tudásunk van róla, de értékelem az ő próbálkozásokat, meg ha ide tudják hozni ezt az ünneplést, akkor ezt viszont szívesen átveszem. Hát hadd ünnepeljem meg én is akkor azt, akit szeretek, és hadd mondjam azt a halálnak, hogy úgyse te fogsz győzni. Ugye minden szentekkor a szenteket ünnepeljük, rájuk gondolunk. Itt már mondtad, hogy régen ugye vértanúk lehettek csak szentek, aztán most ugye már kicsit
Bővült a kör? Igen, bővült a kör. Szerintem egyébként vannak olyanok itt ma, akik köztünk járó szentek. Tehát lehet, hogy nem fogják őket szenté avatni, de valójában olyan életet élnek. Te mit gondolsz arról, hogy kik válhatnak szenté? Tehát mit kell tennünk így nekünk a kis mindennapjainkban, hogy egy kicsit közelebb kerülhessünk ahhoz, hogy szentek lehessünk? Nem tudom, mennyire fél be itt a személyes tanúságtétel, akkor ezt annak fogom föl. Hát mindenkünk kap egy családot magának. És akkor ebben a családban vannak könnyen elviselhetőek és nehezen elviselhetőek, akiket könnyű szeretni, és akiket pedig nehéz szeretni. És én jártam 5 évi pszichodrámára a mentál képzés kapcsán. És egyszer egy családtagom előkerül, akit nekem nagyon nehéz volt szeretni, és az ő részéről se tudtam megélni és megtapasztalni a szeretetet, ez elég mély nyomot hagyott bennem, és az egyik ilyen drámán őt vettük elő. És vele volt egy játék. És a játék végén azt mondja a dráma vezető, hogy neki az volt a tapasztalata, hogy a legnagyobb szentek azok a családunkban vannak. Hú, és így nagyon megérintettem. Pont egy olyan családtag kapcsán, akit nekem nagyon nehéz volt szeretni, és aki nagyon nehezen tudta a szeretetét kimutatni, megcsinált benne valami, egész konkrétan ebben a családtagomban az, hogy hogy lehet újrakezdeni, tehát amikor 5-ször lapít ki a történelem meg minden, és tesz a földdel egyenlővé, föl tudsz kelni, és hogy nyilván ez hagyott benne sebeket, de nekem ez a családtagom az a szent, aki a fölkelésben, meg az újrakezdésben a szentem. Szóval, hogy amikor ilyen szenteket akarok keresni, akkor én ezt körülnézzük a saját családomba, akiket én nagyon ismerek. És lehet, hogy megtalálom bennük a szentséget. Sőt, biztos, hogy bennük van a szentség. De jó rácsodálkozni, és egyébként lehet, hogy minden szentek ünnepén, most a kérdésedre gondolok, lehet, hogy az élőknek is jó megköszönni azt, hogy ők szentek és köztünk vannak, és nem csak azoknak, akik már elmentek. Ez egy, na, én tanulok a műsorból, szóval, hogy az élő szenteknek is jó megköszönni. Lehet, hogy pont ezen az ünnepen az, hogy te itt vagy közöttünk, és hogy te valamit az életedből, valami olyat tudsz adni, megmutatni, ami. És a kérdésedre válaszolom, hogy kell szentnek lenni, hát nekem egyre inkább az jut a szó az eszembe, hogy ha már normális emberekké próbálunk válni, most nem tudok belemenni, mit jelent, hogy normális, meg nem normális, de hogyha már normális emberekké akarunk válni, vagy teszünk érte valamit, vagy legalább nem bántjuk egymást. Ez olyan nehéz megép tapasztalni itt a hétköznapi valóságban, hogy nem is lenne okunk bántani egymást, de valamiért mégiscsak kapsz egyet. Tehát, hogyha elengednénk a másik bántását, ha egyszerűen normálisan kezdenénk el beszélni a másikkal, próbálnánk megérteni, vagy szeretettel fordulni, ezek most lehet, hogy nagyon közhelyek, amiket mondok. De én nem tudok a szentség ennél többe. Nem több ennél. Egy normális kapcsolat, és én keresztényként azt mondom, hogy normális kapcsolat az életurával, a teremtővel, az életforrásával, egyszerűen egy normális kapcsolat, meg normális kapcsolat veled. És akkor azt mondja, ezek a szentek. Ugye arról már beszéltél, hogy ugye a vértanúkból lettek régen a szentek, most már kicsit másabb ennek a rendszere. Hát mi a rendszere? Tehát, hogy most hogyan jut el odáig valaki, hogy aztán a pápa egyszer csak szenté avatja? Mi ennek a folyamata? Leszek akkor most egy kicsit aktuális Kaszap István kapcsán, mert hogy ebben a folyamatban vagyunk benne. Kaszap István 19 évesen meghal, Székesfehérváron, papnövendék. És a halál akkor már nagyon sokan itt vannak a temetésén, és onnantól kezdve tapasztalnak meg csodákat a sírján. Ugye a sóstói temetőből azért kell elhozni a Prohászka temetőbe, mert itt a nagy botrányok vannak, mert letapossák a környékbeli sírokat, meg ott borulnak föl, mert annyi halom ember kijár, mert valamit ebből a fiatal emberből, aki 19 évesen, hát ez most olyan furcsa szó lesz, de hogy olyan szépen szenvedett, olyan hitelesen szenvedett ezzel a betegségében, amiben aztán belehal, hogy ez megérintett a körülötte lévőket. Mert azt hiszem, hogy átjött benne az Istennel való kapcsolata. És akkor ezért tisztelik nagyon sokan. És azt mondják, hát ott van a mennyek országában, minden szentek ünnep, akik ott vannak, azok szentek, hát akkor szóljunk hozzá, hát ha tud valami kapcsolatot teremteni, ott értünk az érdekünkben szólni. És rengeteg csoda történik. És amikor valakinek a
az ismertsége ilyen általánossá válik, a tisztelet általánossá válik egy városban, de ez egész Magyarországon Kassab István, akkor az egyház megye összegyűjti a tanukat, akik még élnek, megkérdezi őket, meséljenek róla az életéről. Utána, ami egy nagyon fontos dolog, és a Kassab Istvánnal itt lassítottunk most le, hogy ahhoz, hogy valakit szentté avassanak, az két dolognak kell megfelelni, legalábbis vagy az egyiknek, vagy a másiknak. Ha vértanú, akkor a vértanúság elég, hogy az életét odaadta. De ha nem volt vértanú, akkor azt mondja az egyház, hogy kérek valamit, mondom, föntről egy csodát, ami az ő közbejárására jön, vagy létre, vagy valósul meg. És most Kassab István esetében Kanadában történt egy csodálatos gyógyulás, de ezt, most nem bonyolódok bele, de ebben a Vatikán annyira szigorú, de annyira szigorú, hogy már én se értem, és akkor a csodát ezt most félretették, úgyhogy újra kell vizsgálni, de történt még egy csoda, és ezeket ilyen nagyon alaposan orvosi papírokkal alátámasztva, bizonyítékokkal, szóval mélységes kivizsgálás kezdődik. És hogyha bizonyíthatóan egy csodát tudnak az ő nevéhez kötni, az életében valamely erényt úgy tudod gyakorolni, ami példaértékű, akkor azt mondja az egyház először, hogy boldoggá nyilvánítom, az azt jelenti, hogy akkor az adott országban engedélyezik a tiszteletét, és utána a következő lépés, amikor szentté nyilvánítom, akkor pedig az egész világegyházban engedélyezik az ő tiszteletét. Ez nem tudom, mennyire volt bonyolult ez az elmondás. Szóval, hogy szent élet, valami erénygyakorlás, csoda, vagy az életodaadás, és akkor utána ezeket a dokumentumokat elküldik Rómából, van egy ilyen szentjavatási kongregációbizottság, ahol ezt nagyon-nagyon szigorúan vizsgálják és nézik, pont azért, hogy ne járjunk már úgy, hogy aztán kiderül az életőről, hogy azért mégsem volt olyan fénylő, mint ahogy fény lett, hogy ezeknek menjünk az elejébe, és akkor ilyen nagyon-nagyon hosszú ideig ezt nézik, vizsgálják, és akkor valakiről azt tudják mondani, hogy hát ezzel valamit tudott. És akkor odaállítják példaképnek, hogy nézzétek ide, azért valamit tudott. Így néz ki egy szentjavatás. És akkor most így a Kassab Istvánnal kapcsolatban hol tartunk most? Hát ott tartunk, hogy a boldogga avatása következnék, hogyha végre az egyik vagy a másik csodát a Vatikán elfogadná hiteles valós csodának. Tehát amikor kizárnak minden emberit, amiatt ez a csoda, ez a gyógyulás megtörténhetett, itt kellnek az orvosi dokumentációk a betegség előttről, egy nagyon komoly orvosi bizottság van ott a Szent Szék mellett, ami ezeket vizsgálja, a leleteket, a dokumentumokat, szóval mindent, és egy gram esélye van, hogy ez emberi úton ez a gyógyulás létrejöhetett volna, akkor már ejtik a történetet. Tehát csak azokat engedik ide, ami kizárólagosan csoda folytán történt. Hát itt tartunk, úgyhogy most ilyen csodavárásban vagyunk, hogy fogadják ám el végre, és akkor azt tudja mondani Róma, hogy Kassab István Magyarországon hivatalosan is lehet tisztelni, bár azt hiszem, hogy nem tudom, mit fog hozzátenni, mert tiszteljük őt, azt hiszem, hogy még mindig azzal együtt, hogy most a vallás, pont az adásról beszélgettünk róla, nem a felfelé ívelő ágát éli Magyarországon, vagy a vallásosság, de azt mondja, hogy a sírnánál ennyi ember van, azt hiszem, egyébként ez független a boldogavatásától. Ezek azok a személyes tapasztalatok, meg csodák, meg meggyőződések, amiket az emberek megéltek, és ezért jönnek oda a sírhoz köszönteni őt. Kassab István, hogy akkor még a boldogavatás előtt el, reméljük, hogy aztán boldogá is avatják. Vannak azért boldogjaink és szentjeink itt Magyarországon is. Van-e olyan, aki neked így közel van? Tehát, hogy akiről úgy szívesen beszélnél nekünk? És hogy miért? Jól tetszett tenni a kérdést. Ha magyarnál járunk, akkor nekem nem jó példa, ezt, mert Prohászka jut eszembe, aki megint nincs boldogavatva, úgyhogy most kettőt sikerült idehoznom minden szentek ünnepén, akik nincsenek boldogavatva. De azért Prohászkán akkor is megállok egy percre, mert nekem Prohászkában, ami nagyon szívet melengető, egyébként az evangéliumhoz való ilyen nagyon radikális kötődése. Szóval, hogy amit ő itt akár a városban megél, és tényleg a munkásosztály felé, meg a szegények felé, az ő személyes életén keresztül azért az abban nagyon-nagyon adottságban meg elkötelezettség. Tehát én nagyon szeretem ezért Prohászkát. Azt nem mondom, hogy a műveit érteném egyébként, meg ilyen nagyon sokat írt, tehát
kell hozzá egy intellektus, míg megérti az ember az ott leírtakat, de a tettei azok viszont engem nagyon érintenek abból, hogy nem csak beszélek az evangéliumról, vagy magyarázom az evangéliumot, hanem élem az evangéliumot. És azt hiszem, hogy Prohászka ebben nagyszerű valaki volt. El is meséltél nekem egy történetet, hogy talán kettőt is felelevenítettél az életéből a szegényekkel, hogy hogyan bent. A kabátosat, hogyha elmesélnéd, akkor annak úgy örülnék. Ez 98-ba szenteltek pappá, és a bazilikába kerültem káplánnak. És akkor megkaptam azt a tisztséget, hogy én látogattam a betegeket, akik nem tudnak templomba járni, mert idősek, és akkor egy fehérvári családnál voltam, kvázi ismeretlenül, úgy megkaptam a címet, hogy jól kell menni áldoztatni. Meggyontottam, megáldoztattam, aki ezt hívtak, és akkor mondták, hogy mutatnak nekem valami érdekeset. Én tégla bérházba. És kivesznek egy fekete kabátot a szekrényből, és bele van írva a zsebe fölé, belehímezve, hogy Prohászka. És én nagy szemekkel nézek, hogy ez most hogy kerül ide, vagy mi ez a kabát, vagy honnan szedték, vagy... És azt mondják, ez az övéké. Övéké Prohászkának a kabátja. És kiderül, most nem tudom, nagypapa, dédpapa, ezt nem emlékszem már rá, kapta a püspöktől. Tudom, hogy kapta a püspöktől? Szóval ez nagyon szegény család voltunk, és konkrétan ez Fehérvár utcáján történt, hogy ott megy ágrószakadtan, összetalálkoznak, és leveszi a kabátját. Én azt hittem, ezek ilyen legendák. De tudom, amikor kiveszik a szekrényből, akkor azért úgy megérint a történet, hogy így is lehet szeretni, és akkor úgy, persze én is rögtön elkezdek gondolkodni, hogy hányszor vettem volna a kabátomat, vagy adnám oda Fehérváron. Hát ezek azok az életszentségek, azt hiszem, hogy az előbb kérdezett, hogy kell szentnek lenni. Lehet, hogy így, hogy odaadsz egy kabátot, azt ennyi. Azt hiszem, hogy ennyi egyébként. Hát igen, így is lehet. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál, és egy kicsit beszélgethettünk a Minden Szentekről. Hát a Halottak napjára olyan sokat nem, de azért legalább a Minden Szentekről. De jövőre meg arról beszélgetünk. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, a Fehérvári Beszélgetések vendége volt Tóth Tamás atya, a Minden Szentekről beszélgettünk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.